A húsvét és a nagyhét számos szokást hordoz magában, ez az ünnep az, amelyben leginkább összefonódnak az egyházi és világi hagyományok. A húsvéti szokás világ a két nagy egyházi ünnepkör közül, tehát a karácsony mellett a második legnagyobb sátoros ünnepe az egyházunknak, a keresztény, a katolikus egyháznak, a keresztény egyháznak. A húsvéti ünnepkör alapvetően már ugye hanvazó szerdán a 40 napos böjtel is elindul. Ez a 40 napos böj majd húsvét szombaton ér véget, és ennek egy szűkített része maga a nagy hét, a húsvét hét, amit, mint az előbb említettem, tehát a virágvasárnapi barkaszenteléssel, virágvasárnapi liturgiával kezdődik. A húsvéti ünnepkör az alapvetően a zsidó hagyományokon alapul, a Pesszáknak az ünnepén alapul, és nagyon sok minden az Ószövetségben áthagyományozódott és áttransformálódott az Ószövetségből, illetve az Ószövetségi szimbolikából veszi át a kereszténység is az új szövetségbe ezeket a jelképrendszereket és az ünnepnek a fő csomópontjait. A nagy hét kiemelt három szent napja a nagy csütörtök, nagy péntek és a nagy szombat, húsvét vasárnap pedig már a feltámadás ünnepe. Mi is történik nagy csütörtökön a liturgiában? Tulajdonképpen ekkor történik az úgynevezett oltárfosztás. Ami azt jelentette, hogy mindent az oltárról készülve Krisztus halálára nagy pénteken, mindent elraknak, tehát a kereszteket, a virágot, a terítőket, az oltári szentségeket, ugye mindent elzárnak, és nagy csütörtökön utoljára történik az átváltoztatás, tehát a Krisztus teste és vére, mikor ugye átalakul, és a maga az átalakulás folyamata nagy csütörtökön van utoljára. Nagy csütörtöki misén elhallgatnak harangok, tehát erre van nagyon sok legenda történet, hogy a harangok Rómába mennek. Innentől kezdve az időnek a múlását, az ige hirdetést, az ige liturgiáknak, tehát az egyházi szertartásoknak az idejét kereplővel, vagy bizonyos nagy zajkeltő, hangkeltő eszközökkel, ládákat, padokat vernek a gyerekek, a felnőttek a templomban, tehát egyfajta ilyen zajkeltéssel mutatják az idő múlását. Az úrvacsora ezen a napon történik meg, tehát Krisztusnak az utolsó vacsorája ekkor történik az apostolokkal, illetve hát a 12 tanítványával. Ha végig gondoljuk az egyházi szertartást, illetve Krisztusnak, Jézusnak ugye az életét, az utolsó vacsorán változtatja ő át a diákoknak, a saját diákjainak, tanítványainak a kenyeret és a bort, így jelenti ki, hogy ez az ő teste, az ő vére, tehát gyakorlatilag ezzel megalakul az oltári szentség, ez az új szövetség megköttetett az emberiség és Krisztus között, tehát innentől számíthatjuk annak az újdonságát, hogy Krisztus, mint a megváltó, a világ bűneit magára vette, és az egész emberiséget megváltja ezektől a bűnöktől. Nagypéntek az egész egyházi liturgia legfájdalmasabb, legszomorúbb napja, maga Krisztus kereszthalálának és sírbatételének az ünnepe. Nagyon fontos elmondani, hogy csonkamisét tartanak. Tehát nincs átváltoztatás a liturgiában, nincs is szentmise, hiszen a szentmise az átváltoztatásról szól, és ezen a napon maga az áldozat az Krisztus. Tehát Krisztus kereszthalála a meglévő ige liturgiának, az egyházi szertartásnak az áldozat, az maga a krisztusi áldozat nagy szombaton. Ezért nevezzük ugye ezt csonka misének, a nagypénteki miséket. Fontos, hogy ezen a napon nagyon gyakran a Mária síralmak, a különleges imák mellett János evangéliumának a passióját, tehát Krisztus szenvedés történetét mesélik el. Ez az ige hirdetésnek a tulajdonképpen a témája nagypénteken.
Ugyancsak ehhez kapcsolódik, ez a gyászhoz kapcsolódik, hogy a fény kialszik, a templomi gyertyákat eloltják, ezzel párhuzamosan nagypénteken eloltják otthon a házakban a tüzeket. Tehát nagypénteken már nem lehet főzni, kenyeret sütni, semmit nem lehet, ugye ez meg már a néphagyományban öröklődik át, ez a szimbolika. Ebből az következik, hogy nagy csütörtökön főznek meg az emberek mindent, illetve nagy péntek, tudjuk, hogy a legszigorúbb böjt, az egyik legszigorúbb böjtje az egyháznak. Mindenki, aki 18 és 60 éves kor között van, és nagyon szigorú böjtöt tart, ezen a napon a középkoron át végig csak sót, kenyeret vettek és vizet vettek magukhoz az emberek. Nyilvánvaló, hogy ebből mindig tehát voltak kivételek a gyermekeknek, az időseknek, a betegeknek, tehát kivételt képeztek a szabály alól, teljes értékű táplálkozást vehettek magukhoz, illetve az 1950-es évek után mai nap is úgy tartja a szokás, illetve az egyházi liturgia, hogy a háromszori étkezésből egyszer lehet jól lakni. Nagy szombat a várakozás ideje, mondja a szakember. Feltámadásra vár mindenki. Ez a nyugalomnak, a sírban eltöltött időnek az ideje, amit várunk ugye az egyház szerint. Az is fontos elmondani, hogy ez is a zsidó hagyományokból, tehát a nagyon régi Krisztus előtti hagyományokból adódik, hogy maga a nagy szombat, a szombat este a napnyugtáig tart. Tehát az egyházi időszámítás az nem esik egybe a polgári időszámítással, tehát nem 24 órából éjféltől éjfélig tart, hanem a nagy szombat már nagy péntek estétől napnyugta utántól nagy szombat napnyugtáig tart. Tulajdonképpen nagy szombaton napnyugta után már vasárnapról lehet beszélni. Valójában az újkornak az egyházi liturgiája rakja át a nagy szombati éjszakai szokásokat vasárnapra. Tehát ezt egyébként tisztázandó, azért gondolom, mert hogy a Biblia szöveget megértsük, hiszen amikor arról beszélünk, hogy Krisztus harmadnapra feltámad, a feltámadás azért vasárnap, azért szombat estére esik, mert az már vasárnaphoz tartozik az egyházi liturgia szerint. Nagyon fontos a körmenet, tehát a húsvéti körmenet, a feltámadási körmenet, amit említettem az előbbi okok miatt, szombat este is tarthatják, illetve vasárnap délelőtt is az újkortól kezdődően vasárnap délelőtt tartották. A húsvéti körmenet... Húsvét vasárnaphoz tartozik többek között az ételszentelés szokása is. Ilyenkor tojást, kenyeret vagy kalácsot, tormát, sonkát és sót vittek az emberek a templomba. A tojás az alapvetően a keresztény hagyományban, ahogy a kis csirke kikel a tojásból, ez megint csak Krisztus feltámadását szimbolizálja a tojás, de alapvetően a tojás, mint szimbólum már a Krisztus előtti, mint 2-3 ezer éves élet és élet szimbolikája van a tojásnak, tehát bármelyik kis-ázsiai időszaktól kezdődően, Krisztus előtti időszaktól kezdődően, a tojás az egy nagyon régi szimbolikával bíró termékenység szimbólumot jelentő tárgy tulajdonképpen. A tojásnak a festése is régi, tehát Krisztus előttről való szokásként él. Alapvetően a régi tojások azok piros színűek voltak, az alapszíne a keresztény egyházban piros, és ennek pedig a Krisztus kiontott vére festi be a tojásokat, tehát ennek egy ilyen fajta jelentőséget és szimbolikát lehet tulajdonítani. A húsvéti ünnepkör vasárnappal, vagyis a feltámadással lezárul. Húsvét hétfőn pedig a világi szokások veszik át a főszerepet, ilyen például a locsolás. Mindenképp egy egészség megóvó, védő a betegségeket, a gonosz ártó szellemeket, akaratokat távol tartó cselekményről, rituális cselekményről van szó. Nyilvánvaló, hogy ez az évszázadok alatt a lányoknak az elfogása a vájúhoz, a kutak mellett történő odacipelése és vízzel történő nyakon öntése szokás hagyománya több száz éven át ez megváltozott.
A Kölninek a szokása azt lehet mondani, hogy a parfümiparnak inkább a két világháború közötti felépülése és elterjedésével kezdett begyűrűzni ebbe a népszokásba, ebbe a néphagyományba, egészen a mai napig. A tojás, mint ajándéknak a szokása, illetve a locsolkodásért, azért, hogy mi egészséget kapunk, szépséget kapunk nőként, lányokként, és erre való ajándékozás, ez is egy nagyon régi dolog.